Szerintem ilyen középkori pánik. Középkori, mit szokták középkori mondani? Elmegyek várat ostromolni. Úristen, lovagok! Sziasztok! Halli, itt ülvehettem Gáspár, én Zalus vagyok, ez pedig itt az IGN Start legújabb adása, melyben átvesszük a hét legfontosabb filmes, sorozatos és játékos újdonságait, beszélgetünk egy kicsit a hét témájáról, szeretni fogjátok, valamint megválaszoljuk a hét kérdéseit is, úgyhogy... Vágjunk bele! Na, ha ráuntunk a Falloutnak a darálására, rá lehet egyáltalán unni? Én megnéztem belőle már két részt, és most utálom, hogy itt vagyok, és nem otthon. És nem a sorozatot nézem, hanem csinálom az IGN Startot. Na mindegy, hogyha elmennénk moziba, akkor két filmet is tudunk ajánlani, egyik jobb, mint a másik. És tényleg, az egyik jobb, mint a másik. Igen, kezdjük a jobbal, illetve az, ami jobbnak tűnik, ez a Polgárháború című film, Alex Garlandnak az új rendezése. Neki nem volt szerintem eddig rossz filmje. Szerinted volt? Jó, a legutóbbi az Ők, a Men című film, amiben egy faszi ötször megszülte magát egymás után. Azt elég nehéz volt értelmezni, a hangulatát iszonyatosan bírtam. Én az expedíciót se szerettem. Az expedíciót se szerettem, én azt imádtam. Azt így néztem végig, hogy úristen, mennyire jó. Nem tudom, lehet, hogy rossz paszba kapott el, azt annyira nem. De ezzel most az új filmével. Kapcsolatban azért jó? Magasak az elvárásai? Hát figyelj, nekem a trailer nagyon bejött. Elég kellemetlen témákat fog feszegetni, ahogy... Így van. Amire nem kapunk választ, az az, hogy miért tört ki a polgárháború, és miért szakadt több részre Amerika, és nem csak két háborúzó fél van benne, hanem valami 5-6 szekció. Arra viszont igen, hogy az emberekkel mit művel egy ilyen dolog, mit hoz ki belőlük. És állítólag nagyon-nagyon kényelmetlen és félelmetes lesz, amit a moziban látunk, úgyhogy nem egy ilyen szimpla akciófilmre számítsatok, amiben nevezetességeket lőnek szét, ha bár arra is lesz példa a trailer szerint, hanem egy olyan darabra, ami elég rendesen szétmarcangolja a lelket. Várjuk, várjuk. Marcangolj! És ha már marcangolásról van szó, jön a Mici Mackó Vér és Méznek a második része, amivel kapcsolatban nem az a legnagyobb meglepetés, hogy ez a film elkészült, ugyanis az első rész 100 ezer dollárba került, és az ad 5 milliót világszinten, tehát... Nem rossz. Nem. Most próbálom így kimatekozni, hogy ez mennyi? 50-szer annyi pénzt hozott? Nagyon durva. Igen, 50-szer annyi pénzt hozott, mint amennyibe került, hanem az, hogy állítólag nem lett olyan rossz. Az első az nézhetetlen volt. Nézzétek meg a kritikát, amit én naráltam direkt azért, mert egyszerűen annyira kiborítva a rosszat ez a film, hogy muszáj volt a saját gondolataimat, a saját szavaimmal elmondani benne. Erre azt mondják, hogy nem rossz. Mondjuk most már rohad a paradicsom a Rotten Tomatoeson, de még annyira nem. Tehát ez lehet, hogy nem fog aranymálnát kapni. Nem tudom, hogy mi a jobb. Hogyha megmarad ez a nagyon-nagyon rossz vonalon, és akkor így nem lehet komolyan venni, vagy egy közepesen rossz valami lesz belőle. Valószínűleg iszonyatosan rámennek a trancsira, tehát látunk filmrészleteket benne, amiben aztán tényleg repkedett minden, meg minden véres, meg nyálas, meg mézes. Mézes volt, igen. Mázos. Hát mázos nem, ha csak nem vérszínű az a máz, de ugye ebben majd lesznek új figurák, már megjelenik Tigris is, meg Bagoly is, és mind a kettő egyik rosszabbul néz ki, mint a másik, viszont legalább most már nem úgy néznek ki benne a figurák, mint akiknek egy ilyen műanyag izét, 3D-s nyomtatóval készült műanyag valamit húztak a fejükre. Jó, de hát figyelj, most már adni kell rá, mert hogy egész univerzum lesz ebből, nem? Tényleg jön a Puniverzum, nem lehet rögést nélkül kimondani, és a Puniverzben lesz Bambi, lesz Pinocchio, lesz Csipke Rózsika, meg mit tudom én, még kicsoda bolond kalapos, és azok fognak majd összejönni, lesznek saját filmjék, hát fú, nagyon megy ez. Hát egy üzlet beindul, akkor... Úgyhogy ezt is megnézzük majd, ha fent tudunk maradni este 10-ig, ugyanis X-es besorolást kapott a film, ami azt jelenti, hogy csak este 10 és hajnali 5 között vetíthetik, de ebből most már sik lett egyébként, tehát hogy hú, X-es lett a film, akkor menjünk, aztán mindenképpen nézzük fel meg, és sokszor nem is okoznak csalódást, de lehet, hogy ez azt fog. Kicsit fél. Ha otthon moziznánk, akkor lehet, hogy találhatunk jó filmet a Rebel Moon-nak a második részénél, de a héten befut az is. Az első részt jó, én annyira nem utáltam, mint sokan, nem volt egy épületes film, az biztos, viszont látszott rajta, hogy elég sok pénzt elköltöttek rá, voltak benne jó ötletek, meg rengeteg rossz. A második rész alapján az fogja szerintem áthozni azt, amit így általában az egész filmmel kapcsolatban mondtak, hogy olyan lesz, mint a hét mesterlövész, vagy a hét szamuráj, csak az űrben. Itt fog szerintem az megtörténni, hogy az első rész túlélő hősök, azok elmennek abba a faluba, hogy tudom én milyen bolygón, és akkor jönnek a rosszak, és próbálják majd megvédeni az ott lakókat, meg magukat. Igen, hát talán jobb lesz, mint az első.
Ennyit tudunk róla mondani. Amiről szintén nehéz mit mondani, az a Szimpatizálj című sorozat, aminek megnéztem az összes előzetesét, de mégsem sikerült összeraknom a képet, mert csak azért sem, mert Robert Downey Jr. valami ötféle figurát játszik benne. Az lehet, hogy ugyanaz, csak máshogy néz ki, meg hogy a sztori miről szól, hát így elolvastam, vagy utána olvastam, és valami olyasmiről szól, hogy a vietnámi háború végén egy észak-vietnámi fickó átjön Amerikába, ott az FBI, illetve a CIA megpróbálja beépíteni, de közben kiderül, hogy őt már azért küldték, hogy beépüljön, és akkor ilyen kettős ügynök, hármas ügynök, négyes ügynök szerepet játszik benne, de hogy Robert Downey Jr. mit csinál a filmben, az nagyon nem derült ki, őt a CIA-nél dolgozik, de hogy egy figuráról van. Meg nem tudom, ilyen többféle szerepet kellettábukon. De az biztos, hogy az érdeklődésünket nagyon felkeltette, már csak azért is, mert Park Chan-wook áll a sorozat mögött, akinek ugye többek között az Oldboyt köszönhetjük. Úgyhogy már csak ezért is elég sokat várunk tőle, meg vizuálisan sem néz ki rosszul a cucc. Ennyit tudunk erről mondani. Így van, úgyhogy ennyit a hét filmjeiről, meg sorozatairól. Lássuk, hogy mivel játszunk a héten. Lássuk. Hát, ha azokról többet tudunk beszélni. Na ez a hét a különleges játékoknak a hete lesz. Elsősorban a PlayStation játékosoknak figyeljenek, ugyanis csomó régebbi cím, várva várt cím megjelenik végre PlayStation konzolokon. Ilyen például 2023 egyik legnagyobb indie sikere, a Dave the Diver, ami egy nagyon fura játék, búvárkodunk benne, de közben egy étteremnek a receptjeit, illetve a hozzávaló dolgokat is mi szállítjuk le, mivel szintén foglalkozni kell. Merülünk, felfedezünk, felszereléseket fejlesztünk, nagyon fura játék, de nagyon-nagyon jó, és elképesztő ütemben adagolja különböző ilyen műfaji elemeket, úgyhogy borzasztó szórakoztató, úgyhogy tehettek most már vele majd PlayStation konzolokon is egy próbát. Nem értem, tehát a merülés, a búvárkodás, az így oké, de étteremben, receptszállítás? Igen, mert a főhősünk a sushit szereti, és igazából azért indul el erre a kalandra, mert felhívják, hogy hello, sushival fizetnénk, és azt mondja, benne vagyok. Oké. Mit nem értesz ezen? Oké, érkezik még a Planet of Lana is PlayStation konzolokra, ami egy nagyon-nagyon különleges látványvilágú kaland, puzzle, platformer elemekkel, de tök jól néz ki, és nagyon-nagyon jó a hangulata, és egyébként a logikai feladványok is eszméletlen jók benne, és ezzel is most játszhatunk első alkalommal PlayStation konzolokon, úgyhogy erre tényleg nézzetek rá, mert én nagyon-nagyon szerettem. Jó, de miről szól? Egy nagyon szép világban egy Chelsea-t irányítunk, akinek van egy pici macskája, akivel kooperációban, igazából őt is, a macskát is mi irányítjuk, vele kell egy, hát megtámadják ezt a bolygót ilyen robotlények, ilyen szörnyszerű valamik. Már bánom, hogy belementem. Megkérdeztem. De nem ez a lényeg benne, mert egyébként egy ilyen tök békés dolog a játékmenet nagy részébe, kivéve amikor kicsit lopakodnunk kell. Ugye a macskának nem lesz baja. Nem. Cuki fekete macska, egy kis pici ilyen gömbőc. Nagyon. És ha már PlayStation, akkor maradunk PlayStation-en továbbra is, ugyanis a Grounded, ugye a nagy Xbox és PC, hát igen, Xbox konzolon volt csak eddig elérhető, de természetesen PC-sek már játszottak vele, most viszont PlayStation-en is megjelenik, és hát ugye ez lesz az a játék állítólag, ami nagyban befolyásolja majd, hogy milyen későbbi Xbox exkluzívok költöznek át majd a PlayStation konzoljaira, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy fog teljesíteni. Egyébként ez arról szól, hogy a hátsó kertben a gyerekek minire zsugorodnak, és a különböző hangyákkal, kerti rovarokkal és ilyenekkel kell hadakoznunk. Ez volt az Xbox-nak a nagy játéka, amivel megnézik, hogy PlayStation is akarnak Xbox játékokkal játszani. Ugyanez a Sea of Thieves, ugye az lesz még majd, ami kicsit később érkezik, és vagy meg is érkezett? Tőlem nem kérdezel, ezt neked kell tudni. Nem, még nem. És ugye ezeken fog múlni, hogy mik azok a játékok, most az Xbox itt tapogatózik, hogy miket lenne érdemes átköltöztetni, és nyilván először nem a gigantikus Xbox exkluzív címek. És akkor levonják a konzekvenciákat, hogy nem kellett a Grounded, amiben ekkora töpörtyűként rohangáztattál a hátsó kertbe, akkor nem kapsz majd izét sem, Halo-t sem. Az vezette az előrendelői listát, úgyhogy annyira az nagyon pozitív volt a fogadtatás, az meg ugye a kalózat. Elnézést kérek a Grounded rajongóitól, én nem ismerem a játékot, csak így a koncepciót próbálom fejtegetni. Ja, de jó, multiplayer móka, ez is egyébként tök szórakoztató, úgyhogy nézzetek rá. És ha már különlegességek, a héten érkezik a Herald Halibut, ami
egy nagyon fura játék, ha megnézitek a trailerét, először azt hihetnétek, hogy igazából ez egy gyurmafilm, ilyen stop motion gyurmafilm, mert fantasztikusan néz ki, és ilyen nagyon fura hangulata van, nekem Wes Anderson ugrott be valami ebbe, nekem meg Charlie Kaufman, amikor Charlie Kaufman, úgyhogy nézzétek meg a trailert, arról szól egyébként, hogy egy űrhajó belezuhan egy idegen planetának az óceánjába, és onnan próbálják ezt a hajót valahogy kijuttatni, de ez egy ilyen kalandjáték, úgyhogy rengeteg párbeszéd lesz benne, nagyon sok karakter, nagyon fura karakterekkel találkozunk, ilyen tök különleges kameraállások lesznek benne, szóval igazi csemegének ígérkezik az a játék, mi nagyon bízunk benne, hogy legalább lesz olyan jó, mint amennyire jól kinéz. Hát meg tök jó, hogy még készülnek ilyen kalandjátékok. Így van. És akkor jöjjön, amit én nagyon várok személy szerint, ez méghozzá a Moon Studiosnak, akik az Ori játékokat készítették, nekik az új játékuk, én imádom azokat az Ori játékokat. Na, azt például irigylem az Xbox-tól. Zseniálisak, úgyhogy próbáljátok ki, hogyha meddig nem tettétek. Viszont ez az új játékok PC-re érkezik, és totálisan más lesz, kivéve a művészeti dizájn, az nagyon-nagyon hasonló, ilyen nagyon rajzfilmszerű, nagyon elképesztő jól néz ki, szerintem. Korai hozzáférésben érkezik, úgyhogy valószínűleg olyan rengeteg tartalom még nem lesz benne, de ez is egy nagyon fura műfaj keverék, mert egy izometrikus nézetű akció RPG lesz, kicsit ilyen Dark Souls-os csatákkal, tehát ilyen kemény összecsapásokkal, de lesz benne mindenféle ilyen menedzsment részek, otthont építhetünk magunknak, amit kidíszíthetünk, szóval ilyen egészen fura játék, arról szól, hogy egy különleges fantasy birodalomba a király meghal, és egy szörnyű viszály tör ki utána, és ha ez még nem lenne elég, egy halálos vírus, vagy valami rontás is a vidékre száll, és hát nekünk kell ezt megakadályoznunk, és eldönteni azt, hogy végül kiülhet majd a trónra. És ezt olyan cuki figurákkal, mint amik az Oriba nem annyira cuki, ez sokkal, sokkal sötétebb. De egyébként ott is voltak nagyon sötét részek az Oriba, kifejezetten ilyen borzongató szörnyek, minden, úgyhogy jaj. Úgyhogy én nagyon várom. Illetve aki a Final Fantasy játékokat szereti, és minden héten kijön belőle valami. Főként a Final Fantasy 16-ot, az ugye még örülhet, ugyanis annak a DLC-je az ezen a héten mutatkozik be, szóval folytathatjátok a kalandot, hogyha bírtátok. Hasraütéses alapon hány Final Fantasy játék van? Így plusz meg kiegészítő. Hát ezt nem tudom. A fősodorban ugye 16, és akkor rengeteg spin-off, mellékszem, nem tehát tudom összesen. Le lehet élni úgy egy életet, hogy csak Final Fantasy-vel játszol. Igen. És nem egyel, hanem az összeset végigjátsz. Igen. Oké. Ennyit a játékos megjelenésekről, lássuk a hét témáját. Na, mivel jön a Rebel Moon 2 a Netflixre, ezért gondoltuk, hogy beszélgetünk egy kicsit Zack Snyderről, hogy tényleg akkora látnok-e, mint amennyire sokan tartják, vagy pedig tényleg akkora kutyaütő, mint amit szintén nagyon sokan mondanak róla. Hát ez biztos, hogy egy elég megosztó figura. Igen, egy ilyen tényleg egy ilyen sajátos jelenség, ami körülötte van, hogy van egy nagyon-nagyon elkötelezett rajongói bázisa, akik aztán iszontosan ragaszkodnak mindenhez, amit csinál, és teljesen el vannak köteleződve az iránt, hogy ő, amit csinál, amit tesz, az mind zseniális, és az összes filmjét, ami megbukott, azt újra elő kell venni, és át kell formálni, és a stúdiók hogy képzelik, hogy ezt nem pénzelik, és vannak azok, akik meghallják a nevét, és oké, lapozzunk. Hát igen, be kell, hogy valami, nekem is elég ambivalensek vele kapcsolatban az érzéseim. Valószínűleg azért, mert szerintem azért van egy pár jó filmje Zack Snydernek. Nekem történetesen egy darab tetszik nagyon. Az pedig kérek szépen a Holtak hajnala remake, ami ráadásul egy remake, azt nagyon-nagyon jól összerakta, de kicsit már kezdem gyanítani, hogy azért lett olyan jó az a film, mert James Gunn írta a forgatókönyvét. Igaz, a látványvilága is rendben van, nincsenek benne még azok a tipikus Zack Snyder-i húzások, most nem csak a lassításra gondolunk, hanem hogy a képarányokkal szakszik meg hasonló dolgok, hanem az egész egy ilyen iszonyú durván pörgő, gyors, intenzív élmény, de mégis most már így a forgatókönyvnek, meg a történetnek a bizonyos dolgai jönnek elő bennem leginkább, azok a kis humormorzsák, mint amikor ott vannak a két épülete szemben, és akkor próbálnak mindenféle nevezetességet találni a zombi tömegben. Ezek felejthetetlen pillanatok voltak ezzel a filmmel kapcsolatban. Burt Reynolds-ot lövik ki, ne? Burt Reynolds-ot, meg Donald Trumpot. Úgyhogy keresnek mindenféle ismert figurát. És utána jött ugye 300, amit szanaszét istenített mindenki, meg így voltam vele, hogy
Oké, okay, rendben, tök jól néz ki ez a film, de hogyha belepörgetnék, meg másfélszeres sebességgel játszanám végig, akkor is le tudnám követni a cselekményt, ami valljuk be elég egyszerű. És mégsem úgy éreztem magamat, mint mondjuk a legutóbbi Mad Max film kapcsán, aminek szintén nagyon egyszerű a története, viszont annak egy olyan világ van mögé építve, ami valami hihetetlenül fantáziadús. Ezt nem éreztem annyira fantáziadúsnak. Főleg, amikor megpróbált egy kis plusz cselekményt belevinni azzal a háttérsztorival, amikor a otthonhagyott felesége a szenátussal szövetkezik, és akkor van egy áruló, aki magával hordja azt a pénzt, amivel lefizették, tehát ilyen hülye, tényleg. És ez így kiderül, ja Istenem, inkább akkor foglalkoztak volna csak azzal a 300 katonával, akik mentek, hogy megállítsák Xerxes-t. Itt, hogy a képregényben is így volt, bocsánat. Igen, én bevallom, én a 300-at még szerettem, az egy akkora hangulat és vizuális bomba, hogy engem letaglózott a moziba. Nyilván nem a cselekménye miatt, de egy csomó jó figura, jó karakter volt benne, ez a Gerard Butler, így... Tehát szerintem az egy ikonikus jó figura, mindegyik ugyanúgy nézett ki. Szét voltak gyúrva, kis nadrág volt rajtuk, meg köpeny, meg valami fegyver a kezükben. Igen, de valami olyan elemi erővel ragadta meg ennek a tesztoszteronos macsóságnak a lényegét, hogy az így nem tudom, így arcon vágott a vászon. Mindenki egyszerűen... ordítva kommunikált. Igen. Lehet, hogy nekünk is így kéne beszélnétek ezzel, és akkor nagyon macsók lennénk. Ja, ez az IGN Star. Igen. De hogy én azt még nagyon bírtam, és igazából annyira újszerű volt a kiállása is. Tehát amikor képregényfilmekről beszéltünk, akkor ilyen korábban így, hát nem éppen ez volt a jellemző, és a Snydernél volt egy olyan, hogy tényleg azt érezted, hogy ezek ilyen festményszerű képek, és olyanok voltak, mint a, tudod, amikor lapozgatod a képregényben, és akkor valami ilyen teljes oldalas, és hogy leszorod, hogy nincs rajta szöveg, és nem történik semmi, csak van egy annyira vizuálisan jó kinéző kép, hogy ezt így képes vagy így 10 percig nézegetni, és akkor utána jó lapozol, utána van valami cselekmény is. Igen, ez egy jó átkötés szerintem a Watchmenre, aminek szerintem az volt a legnagyobb problémája, hogy ez egy ilyen illusztráció volt, egy ilyen mozgóképes illusztráció, és ami változtatást eszközöltek rajta, az viszont nem volt jó szerintem. Igen, én még a Watchment is szerettem, mert szerintem annak is volt még hangulata. Én nekem átjött a Snydernek ez az őrült lelkesedése ezek iránt a dolgok iránt, mert azt szerintem azt nem lehet eltagadni, hogy ő ebbe szerintem bele van ezekbe teljesen bolondulva. És én még a Watchmenen azt éreztem, hogy az alapanyag fele van ez a fajta ilyen végletekig fokozott ilyen elragadtatása. Utána viszont az utána lévő filmén inkább már azt érzem, hogy saját maga fele van egy ilyen. Hát igen, én vagyok a látnoki rendező, aki majd itt rommá rendez nektek mindent, és... Rommá rendez. Ez tetszik, ez a kifejezés. Egyébként annyira nem utálom a Watchment, szívesen megnézem, és a lehető legteljesebb változatot szeretem belőle legjobban, ami nem is tudom, 4 órás, vagy valami ilyesmi, tehát nem csak bővített, hanem még a képregényes átkötést is beleviszi animált formában. Viszont tényleg a Batman vs. Superman, hát az már nem sikerült annyira jó. De egyébként az a vicc, hogy itt köpködök, tényleg köpködök Zack Snyderre, de akármikor jön egy új filmje, azt várom. Mert kíváncsi vagyok, hogy mit fog kihozni, mert azért mégiscsak van neki egy egyéni látásmódja, csak az nem mindig találkozik azzal, ahogy én el tudom képzelni ezeket a dolgokat. De a Batman vs. Superman tök jól indult. Vannak benne tök emlékezetes pillanatok, de az egész konfliktus, amire kifut, ugyanúgy hívták az anyádat, mint az én anyámat, és akkor hú, akkor legyünk barátok, ez annyira buta, ez annyira ostoba, hogy ezzel nem tudok túllendülni. Igen. Az igazságligájának meg a bővített verzió szerintem jobb volt, tehát azért érződik, hogy ő, nem is tudom, szerintem neki kell egy író, vagy valaki, aki mellé, aki így... Na igen, ez a megoldás. Kicsit, figyelj, ebből ne legyen itt annyi lassítás, értem, hogy ez a kép ez marha jól fest, de ezt mondjuk inkább hagyjuk ki, és mondjuk inkább legyen 3 mondat, ami mondjuk a karakterek szempontjából fontos, mert kicsit a Snyder olyan, mintha mindent vizuálisan akarna elmesélni, és ezért olyan fajék egyszerűségű dolgok férnek csak bele egy sztoriban ála, amit tényleg képekkel így meg lehet mutatni, amit egyébként van, aki tök jól csinál, csak neki valahogy ez nem sikerül. És amit én hiányolok még belőle, az pont, amit említettél a Holtak hajnalánál, hogy abban még volt egy kis önirónia, egy kis humor, meg minden, de az, hogy például a Rebel Moon első részében mindent vérkomolyan vesznek, mindenki iszonyatosan pátoszos, azok a szövegek is, amiket ott előadnak néha, azok így, igen, a hősiesség. Igen, és amikor még viccelnek, még az is komolyan van előadva, igen, hogy most viccelünk.
értitek, mert egyébként nem szoktunk, mert itt minden nagyon hősies, és minden nagyon kemény, és minden nagyon durva, és szerintem hiányzik belőle valaki, aki így ezeket így a jó helyeken elültetgeti, vagy éppen kigyomlálja, amit meg kell. De egyébként azt meg kell hagyni, hogy ő azért szeret kísérletezgetni. Tehát például ott van a Halottak hadserege, ez szintén egy ilyen zombis film a Netflixre, annak is egy elég sajátos látványvilága van, és sokan belementek abba, hogy autofókusz, tehát egy csomó ilyen nagyon homályos jelenet van benne, de szerintem adott egy ilyen sajátos, emlékezetes látásszögöt ennek az egész sztorinak, meg alapvetően maga a sztori sem volt rossz, tehát egy ilyen zárt, egy egész város ugye le van zárva, mert zombik megszállták, és kiderül, hogy a zombik azok nem csak izék agynélküli lények, hanem vannak értelmesebbek, akik vezetik őket. Úgyhogy ez így jó lett volna, csak ebből is egy majdnem 3 órás film lett, ami iszonyatosan lassan döcögött előre. Igen, és ezt nem érzi, és ezt nem is mutatja másolban, mint hogy a Rebel Moon-nak is majd lesz egy mit tudom, hány órás teljes verziója. Meg fogod nézni? Mert én most ugye jön a héten a Rebel Moon 2, ezt megnézem, de az első rész után sem éreztem azt, hogy nekem ezt a filmet újra kell látnom, főleg nem egy fél órával hosszabb változatot, vagy egy órával hosszabb változatot, és még az sem csábít igazából, hogy azt ígérték ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy majd a bővített változat majd véres lesz, meg lesz benne szex, meg káromkodás, mert ez ilyen gyerekes dolog, tehát ezzel akarnak eladni nekem egy filmet, hogy akkor majd több vért látok benne, meg több cicit, meg tudom én azt mondják, hogy... Meg nekem ezzel az a bajom, hogy még a moziban érteném, de a Netflixre, hogy akkor miért nem egyből a... Igen. A frankó verzió jön, ami szerintük frankó már Netflixen elfér, tehát értem, hogy a moziban nem lehet egy 6 órás filmet leküldeni, Netflixen. Jó, lehet, hogy még nem fejezték be a trükköket, de akkor miért nem vártak még vele egy kicsit? Hogyha... De hát akkor már itt van a második rész. Igen. Akkor itt valami nekem ezzel nem áll össze nekem ezzel se. Azt viszont már kezd mókás lenni, hogy a Snyder azzal haknizik, most már tényleg most már minden régi filmjét újra kéne vágni, mert azok a teljesen víziója. A Sucker Punchról nem beszéltünk, hát az három háborúz, így most pedzegette meg, hogy ezt újra megcsinálni nagyon jól. Az büntető ez a film, hallott. Pedig azt is annyira vártam, mint a messiást, érted, hogy így az előzetes alapján, hogy itt tudom én, kis csajok verekednek ilyen szamuráj robotokkal, vagy valami hasonló, hogy ez biztos tök állat lesz, és nem volt állat, mert egyrészt az egész ugye csak álomba játszódott, azaz azt körítő sztori meg hihetetlenül gyenge volt, mint egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű, basicben megírt kalandjáték, hogy keresd meg a kulcsot, meg a mit tudom én micsodán, és nem lehetett tudni, hogy milyen kulcsról beszélnek benne, hát... Penetráns volt az a film, az az igazság. Szóval összességében Snyder szerintem egyébként nem egy tehetségtelen fickó, mert elég egyedi vizuális látásmódja van, képes hangulatot teremteni, meg jól átadni. Ha erős karaktereket írnak neki, azokat szerintem jól... Hát itt a kérdés, hogyha írnak neki, mert ugye forgatókönyvekben is nyakik benne van, és nem biztos, hogy az, amit ő erős karakternek vél, az tényleg az. Így van. Szerintem a legnagyobb baj vele, hogy hagynia kéne, hogy a nézők építsék az ő kultuszát, és hogy nem saját maga akarná fölépíteni a kultuszát. Hát jó, de ezért van neki ez a nagyon-nagyon elfogult rajongótábora, akik foggal körömmel ragaszkodnak hozzá, és akik majd most a kommentek között biztos elküldenek engem majd melegebb éghajlatra. Megjegyzem, én sem tartom rossz rendezőnek, sőt, nagyon jó, hogy vannak ilyen rendezők, akiknek vannak sajátos elképzeléseik a filmek megjelenéséről, de tényleg, amit mondtál, hogy kell mellé egy forgatókönyvíró, vagy több forgatókönyvíró, meg egy producer, aki azt mondja, hogy itt és most álljunk meg. Na de írjátok meg, hogy ti úgy vélekedtek Zack Snyderről, melyik a kedvenc filmetek. Most pedig szerintem lássuk a hét kérdéseit. Lássuk. Sziasztok, a Twisted Metal második évad amikor érkezik? 2023. decemberében jelentették be, hogy folytatják a sorozatot. Elvileg most a forgatókönyv készül, aztán gondolom nekiállnak gyorsan leforgatni, mert elég jó visszhangolja volt a sorozatnak. És azt lehet tudni, hogy arra lehet számítani, hogy 2025-ben be is mutatják, meg Anthony Mackie biztos, hogy visszatér benne, meg az a fickó, akinek ilyen bohóc feje van, hogy más a hangja. Kicsoda? Bárki is legyen az. De ő nem nézte a sorozatot, meg a játékkal se játszotta, úgyhogy csak ennyit tudok, hogy van egy ilyen nagy darab fickó bohóc feje.
Sziasztok, a Star Wars Eclipse-ről tudtok valami infót? Hát igen, azt, hogy nagyon régen bejelentették. Egy ideig úgy volt, hogy jól állnak a fejlesztéssel, aztán ugye, mivel a Quantic Dream körül kialakult egy jó nagy balhé, ugye a toxikus munkakörnyezet, szexuális abúzus, meg ilyen dolgok történtek ott, és nagyon lelassult a fejlesztés, ugyanis nem találnak alkalmazottakat. Érdekes módon senki nem akar menne dolgozni. Úgyhogy a legutolsó info az volt, hogy legkorábban 2026-ra készülhet el a játék, igaz, ez nem hivatalos, csak belsős szivárgás szerint, de azóta azt mondják, hogy az sem kizárt, hogy még később. Most elképzelek egy ilyen állásinterjút, hogy szia, lenne itt jó munka lehetőség, el kéne jönni dolgozni, és nagyon jók a körülmények. Ezt a játékon dolgozhatnál. Sziasztok, mi van a sziklával? Mostanában nem sokat hallani róla. Itt, ahogy te is említed, arra gyanakszol, hogy a Black Adamnek a bukása miatt egy kicsit megzakkant, és van is benne valami, hogy esetleg egy ilyen életközepi válság tört ki nála, ugyanis most visszatért a wrestlinghez. Elkezdett bunyózni, miközben már 50 éves elmúlt. Ez is egy jó dolog, de ez nem jelent azt, hogy a filmektől teljesen elfordult, olyannyira nem, hogy egy csomó folytatáson dolgozik, de először nem egy folytatás jön, hanem a Red One című karácsonyi akciófilm, Ben Chris Evans is játszik, és a Télapót meg J.K. Simmons fogja alakítani, neki ki van gyúrva, úgyhogy ez valami, tényleg valami nagyon brutális karácsonyi akciófilm lesz. Biztos el akarják lopni benne a Télapót, és akkor jön majd a kis segítője, a Szikla, aki majd visszaszerzi. De ezen kívül készül a Halálos Iramban 11 vagy 10 és fél, már nem is tudom micsoda, annak a spin-offjáról is vannak szó. Ez máson a különösen veszélyes bűnözőknek a folytatása, sőt a Moana-nak a második része, amit most, ugye most halasztottak el, meg abból lesz egy élőszereplős, meg Törésvonal 2, Nagy Zürkis Kínában remake, tehát van egy csomó készülő filmje, vagy fejlesztés alatt álló filmje, úgyhogy fogunk még találkozni a Sziklával rendesen, úgy hiszem. Lesz itt hegyomlás. Ez kellett. Jelenleg melyik drágább? Megalkotni egy filmet, vagy egy videójátékot? Hát pont most megy erről a nagy lamentálás, hogy milyen szinten elszálltak a videójátékos fejlesztési költségek. Jó, hogy ezt mondod, mert a filmek költségvetésével kapcsolatban is most megy a lamentálás. Hát nyilván itt ugye egyrészt az infláció ugye közbeszólt, másrészt a videójátékok minősége az tényleg olyan szintre lépett, hogy most már alaphangon 5 évet szánnak egy nagy fejlesztő stúdiónál egy AAA játék kifejlesztésére. Nyilván vannak kisebb projektek ennél, de ugye a Spider-Man 2 már 300 millió dollár volt, és hát beszélnek, susmognak egy olyan játékról, ami az elkövetkezendő 1-2 éven belül fog megjelenni, és marketing költségkel együtt 1 milliárd dollárba kerül. Valószínűleg a tippek a GTA 6-ra jönnének nem meglepő mondom. Módon, úgyhogy valószínűleg erről van szó, de hát ez nagyon durva lenne. Még hogy akkor is, hogyha azt mondják, hogy ebből sok-sok 100 millió a marketingre fog elmenni. Jó, egyébként a filmeknél, oké, ott is az infláció azért betett, ott magasabbak lettek az árak, készülési árak, de ugye volt egy strike, volt a Covid, ami eléggé rendesen betett így a filmek forgatásának, és emiatt volt egy-két olyan produkció, aminek a költségvetése iszonyatosan elszállt. Másrészt meg tényleg meg kell fogni a produkciókat, mert olyanokról hallani, hogy főleg a trükköknek a gyártása az úgy megy, hogy a producer, a rendező vagy a forgatókönyvíró elképzel valamint, elküldik a trükkstábnak, hogy akkor ezt csináljátok meg, és mire visszajönnek a kész trükkök, addigra már teljesen másban gondolkodnak, és akkor mennek a jelenetek garmadája a szemétre, és akkor egy ilyen Marvelek típusú film belekerülhet 300 millió dollárba, ami valami elképesztő. Úgyhogy a sokat szidott David Zaslav, a Warnernek az elnöke, mégiscsak tudhat valamit, hiába kaszált el olyan filmeket, amik már majdnem teljesen elkészültek, de ott van például a Dűne 2, amivel kapcsolatban azt mondták, hogy kevesebb került, mint 200 millió dollár. Meg ami nagyon érdekes, hogy a Godzilla Kong film 135 millió dollárba került, pedig más sincs benne, csak két óriás figura bunyózik benne és lever mindenféle városokat. A VFX-eseknek a sztrájkja az hol tart? Mert ugye arról ment most a... Lehet, hogy sikerült velük megegyezni, mert mostanában nem nagyon lehet erről hallani újat. Na, akkor legalább, hát nyilván ez is dobni fog a költségeken, ha megegyeztek a VFX szakemberekkel. Mert akkor vagy pedig máshogy fognak dolgozni. Vagy ott van dolgoznak. A Godzilla Minus One, aminek a költségvetése 15 millió dollár, abból azért sokat lehet tanulni.
Sziasztok, a halálos fegyver 5. részéről lehet tudni valamit? Mel Gibson még valamikor 2022. szeptemberében beszélt arról, hogy nagyon jó ötleteik vannak, készül a forgatókönyv, minden, azóta csend van. És igaz, hogy Mel Gibson már akkor elmondta, hogy új vezetése lett a Warnernek, és emiatt késett a dolog. Szerintünk nem késik a dolog, hanem egyszerűen elkaszálták. Ha belegondolunk, hogy Mel Gibson 68 éves, Danny Glover meg már 78 éves, nem biztos, hogy akarjuk hogy látni, hogy ők még itt akciózzanak. Jusson eszetekbe Indiana Jones. Hát, ez az. Hogy fogadta Zalus, hogy a Bayern kapta az Arzenált? Hát, amikor meghallottam, akkor ezt csináltam, hogy úristen. A hétényleges kérdését GamerGuy 4868 tette fel, aki azért nem érdeklődött, hogy a Rezi 5 tényleg túl rasszista lenne ahhoz, hogy elkészüljön belőle a remake. Hát nem irigylem a Capcomot igazából, mert a remake-ek marha jól mennek, amit a Rezi sorozathoz készített, és hát a Rezi 5-höz is csak meg kéne csinálni, nyilván. Már csak azért is, mert az az egyetlen egy Resident Evil játék, amivel játszottam. Igen. Bevallom őszintén, emlékeztem arra, hogy volt-e körül barhé, de ezt én most kicsit utána olvastam, és hát elég komoly botrányt kavart ez a dolog, mert ugye a Rezi 5 arról szól, hogy elmennek Észak-Nyugat-Afrika egy olyan kitalált városába, vagy nem is kitalált országába, nem is neveznek meg, és ott egy városba garázdálkodunk, és hát mivel ugye szegény helyieket ugye megfertőzi, ami megfertőzi, így hát őket kell halomra lőnünk, és hát ezt nagyon sokan kifogásolták, hogy azért ez nem túl hízelgően mutatja be egyrészt a helyieket, másrészt az, hogy azért egy fehér fickó oda megy Afrikába és halomra lő egy falut, az nem különösebben. De volt valami ilyen változtatás, hogy igazából nem zombik lettek, hanem valami fertőzöttek. Igen. És akkor az nem ugyanaz, tehát attól így a fejük helyett is mindenféle csápok jelentek meg, és akkor már nem embereknek tűntek. Nem emberszerű, igen. Hát a Capcom akkor sem reagált különösképpen nagyon erre a dologra, azt mondták, hogy semmiféle politikai vagy kulturális hozzáadott értéket ez a játék nem képvisel, ezt pusztán szórakoztatni akarok, sem mással nem foglalkoztak, és egy különleges helyszínt akartak a játékhoz, és ezért kiválasztották Afrika egy elképzelt verzióját, és hát, hogy nekik ez teljesen belefér, elhiszik, hogy más kultúra, és valakinek ez nem tetszik, de hát ezzel nem tudnak mit csinálni, úgyhogy így kvázi megvonták a vállukat, ugye emiatt nagyon sokan beléjük álltak. Főleg egy trailer miatt pattant kész a balhé, aztán utána így finomodtak a dolgok, mert ugye megjelent a Shiva nevű karakter, aki egy fekete lány, aki segít ugye a főszereplőnek, és akkor azt mondták, hogy hát persze ezt csak így utólag belerakták a játékba, a Capcom mondta, hogy dehogyis ezt már évek óta benne van a koncepcióban. Tehát akkor azt gondolták, hogy az ugye már ember van, hogy egy fekete lő feketéket. Hát igen, kicsit elment erre a diskurzus, ami nagyon fura, persze nyilván érthető manapság, már azért nagyon sok mindenki, nagyon sok mindenre érzékeny, néha joggal, néha nagyon szélsőségesen reagálva olyan dolgokra, amiben kicsit többet látnak, mint ami benne van, és a Capcomot is értem, hogy ők egy különleges helyszínt akartak, és hát Afrikában azért nem olyan különleges, hogyha fekete bőrű emberekkel találkozunk, úgyhogy... Meg abba gondoljunk bele, hogyha csinálsz valamit, egy filmet, vagy játékot, vagy sorozatot, soha nem azzal a fejedbe csinálod, mert az már régen rossz, meg gazdaságilag sem kifizetődő, hogy na, ez most rasszista lesz. Igen, ez mondjuk egy fura koncepció. Igen, most ugye leginkább az Exodus című film tud eszembe jutni Ridley Scott-tól, ami nagyon sok támadást kapott azért, mert Christian Bale meg Joel Edgerton játszott benne olyan karaktereket, akik nem kaukázisok voltak, de ő azt mondta, hogy azért kellett ezekre a színészekre osztani a szerepet, mert különben nem finanszírozták volna. Ez egy drága film volt, nagyon-nagyon látványos jelenetekkel, drága csata jelenetekkel, felépített díszletekkel, hogyha nem két ekkora sztár játszott volna benne, vagy Christian Bale csak önmagában, akkor nem kapta volna meg azt a pénzt, amit végül is megkapott. Vagy ilyen a Ghost in the Shell-nek a filmváltozata, amiben ugye Scarlett Johansson volt a főszereplő, és abban szerintem tök ügyesen megmagyarázták, hogy miért nem egy ázsiai színész játssza a karaktert, mert eredetileg ázsiai volt a karakter, csak az agyát átültették egy nem ázsiai karakterbe, egy robotba, egy robotról van szó. De azt is érték támadások. És el tudom képzelni, hogy ott is az volt a döntés, hogy hát most, hogy ázsiai színésszel játszhatnánk el, akkor elfelejthetjük a bevételt. Tehát ott még az ment, hogy akkor kell az, hogy sztárok szerepeljenek a filmben, akkor még hittek a sztárkultuszban. Most már mert rájöttek, hogy már a sztárok annyira nem számítanak, és akkor már tudnak ilyen merészebb színészválasztással élni, de akkor még más szabályok érvényesültek. Igen, és ez tök nehéz kérdés, és
joggal lehetne például azt is megkérdezni, hogy a Resident Evil remake-ben az nem volt probléma, hogy spanyolokat lőtt halomra egy spanyol faluba. Vagy románokat a Resident, nem tudom hányban a village-ben. Igen, mondta. 3 méteres vámpírnőket? Az már nem számítanak. Nem számítanak. Persze nyilván vannak olyan helyzetek, amikor teljesen joggal fogalmaznak meg kritikákat bizonyos csoportok, de én azt gondolom, hogy a Resident Evil 5 esetében ez nem feltétlenül állja meg a helyét, hogy végül ez a Capcomot befolyásolja ebbe, hogy a remake-et készít az eredeti játékban, ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy a japán kultúra is annyira más, és már akkor, amikor ugye 2009-ben, vagy még talán kicsit előbb még a trailerek bemutatása idején ebből balhé keveredett, ott is látszott, hogy így annyira nem értették ezt a szituációt, és így különösebben nem hatott a mögőket, úgyhogy én azt gondolnám, hogy ha látnak benne üzleti hasznot, már pedig a remake eladások eddig úgy tűnik, hogy igencsak szép hasznot termelnek. Nem hiszem, hogy ez útját fogja állni a dolognak. Kérdés, hogy mennyi változtatás lesz esetleg benne, már csak ezért is egyébként a Resi 5-ben majdnem 15 millió példány fogyott azóta, amióta piacra dobták, úgyhogy egy olyan játékról van szó, amit szerintem óriási kihagyott cicca. El tudnám képzelni, hogy mégis inkább átugorják, mert azért most már tisztában vannak vele, hogy milyen vihar kerekedhet neki a dologból. Hát meg mindig de azt is el tudom képzelni, hogy mondjuk nem Afrikában játszódik, az viszont akkor az eredeti játéknak a rajongóit akasztaná ki, és akkor az amiatt nem fogyna jól a játék, úgyhogy azért elég problémás ez a dolog. 22-es csapdája kicsit. Igen, mert ha változtatsz rajta, akkor meg nyilván pont azok, akik potenciálisan megvennék, akkor meg azok lesznek kiakadva, hogy de hát erre mi szükség volt. Na, minden esetre írjátok meg, hogy ti hogy gondoljátok, ti játszanátok-e a remake-kel, illetve hogy jelenjen meg egyáltalán, elolvassuk a kommentek között a válaszokat. Gamer Gálinak köszönjük szépen a kérdést, természetesen ajándékot küldünk neki az IGN Shop-ból, amit most nem tudunk megmutatni, ugyanis az a jó hírünk, hogy a Rick és Mortis telefontokjaink közül választhatsz magadnak egyet, ezt majd leegyeztetjük e-mailben, hogy melyikre esett a választásod. Minden esetre az IGN Shop-ra feltétlenül nézzetek föl, ugyanis vannak ágyneműink, ledes puzzle-jeink és mindenféle telefontokjaink, úgyhogy megéri. És nagyon szépen köszönjük ezt a rengeteg kérdést, amit feltettetek nekünk. Továbbra is várjuk őket ez alá a videó alá a 7 kérdése hashtaggel, és próbáljuk őket megválaszolni a magunk módján. Mindig azt mondjuk, hogy röviden, de soha nem sikerül, úgyhogy elnézést kérünk tőletek is, meg a vágónktól is. Jövő héten újra találkozunk, addig is. Sziasztok!